izgulok természetesen, mert ugye ez egy nagyon, nagyon bonyolult előadás, és nagyon, nagyon szeretjük, csak ugye kettőször tudtuk játszani összesen, egy 8 hónap eltelt, úgyhogy nagyon szerintem mindannyian izgulunk, hogy már nem emlékszünk rá, hogy reagáltak rá, ők nyilván szerették és imádták, mint mi, de ennek az előadásnak nagyon jót tesz a rutin és a sok-sok játszás. Hát erre az utóbbi egy évben sajnos nem volt ugye lehetőség. Az első próbákon azért keresni kellett, szóval az a szerencse, hogy készültek videó felvételek, sőt az egész előadás fel lett véve, és ilyen szempontból ez nagyon nagy segítség, hogy ha elakadás volt bármilyen jelenetnél, akkor azt újra tudtuk nézni. Neked természetesen a bajkot volt a felújító próbákon, tehát hogy meg kívülről fújja az egészet. Az igazság az, hogy most játszunk szabadtéren ezzel az előadással először, vagy ebben az előadásban először, ezt kicserélni. Úgyhogy nem tudjuk még, hogy milyen lesz az előadás szabadtéren játszani. Ez most összetett, mert mint hogy ez nem egy ilyen általános izgalom, ami szokott lenni, hanem most pláne új helyen is vagyunk, meg hát ennyi idő kihagyás után, tehát hogy most valami, nem is tudom, hogy mit érzek, tehát hogy ez nagyon boldog vagyok, és közben annyi minden izgalomfaktor van hirtelen, hogy talán ez most úgy annyira nem is fontos, hanem csak menjünk és csináljuk. Nagyon sokat próbáltuk ezt az előadást, hogy nagyon tudjuk, hogy mit kell csinálni, és hát azért vannak olyan járás helyek, amik teljesen máshova visznek. Mert hogy ennek az előadásnak az a lényege, hogy a színpadon is van egy előadás, és igazából egy koreográfia van a takarásban. És nagyon sokan dolgozunk ott a takarásban, hogy minden rendben legyen, úgyhogy nagyon bízom benne, hogyha kimegyek egy ajtón, akkor bemegyek egy másikon. Nagyon jó, és nagyon nagy a színpad, és nagyon nagy a nézőtér, úgyhogy be is jártam, és hát teljesen új az egész, úgyhogy gyönyörű lett. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz játszani is a színpadon.